Idén egy év szünet után ismét a Sirius Muresul képviseli Marosvásárhelyt a női kosárlabda bajnokságban. A Városi Sportklub összeomlását követően a Sirius Muresul és a női kosárlabda az egyetlen szakág a városban, amely időben talpra tudott állni, hogy a városi támogatástól függetlenül is működhessen. Először lépett közönség elé a marosvásárhelyi Sirius Muresul női kosárlabda csapata, amely a VSK összeomlása után képviseli a várost ebben a sportágban. Az idény előtti felkészülés részét képező Sirius kupán a gyakorlatilag utolsó pillanatban összeállt csapat a nagyváradi Rokizzal és a brassói Barcasággal mérte össze az erejét. Előbbit 78-57-re verte, utóbbival szemben 54-85 arányban maradt alul. Az egyelőre árnyékban maradó támogató nem vár azonnali eredményeket, de némi nyomás azonban nehezedik a csapatra, mondta el Kis István csapatmenedzser. Egy csomó fiatal saját nevelésű játékos van a csapatban, egy külföldivel vágunk neki, és megpróbáltuk megtartani a tavalyi keretnek azt a részét, akinek volt türelme kivárni, hogy lesz-e csapat vagy nem. Nyomasztó is valahol, mert az eredmények is kéne jöjjenek. Ma láthattunk szép mozzanatokat. Az említett egyetlen külföldi csapattag, az amerikai Brittany Dunbar elmondta, ezeken a mérkőzéseken megpróbálta felmérni a bajnoki ellenfelek játékerejét, és tudatában van annak, hogy még sokat kell dolgozzanak ahhoz, hogy kialakuljon egy összeszokott mag. Örültem, hogy különböző ellenfelekkel játszhattunk, ezzel tapasztalatot tudtunk gyűjteni, különböző szempontok szerint tekinthetünk arra, ami ránk vár. Nincs egyéb dolgunk, mint edzeni tovább, és felvenni a küzdelmet az egyre erősebb ellenfelekkel. A csapatot Jonel Brustur irányítja a kispadról, akit a Siriustól vett át tavaly a VSK, most pedig ismét a régi klubnál dolgozik. Mindebben a legjobb, hogy egyáltalán az idén is van csapat, mondta. A lehető legversenyképesebb keretet szeretnénk kialakítani. Kilátások vannak, de nagyon sok munka áll előttünk. Nekem azonban tetszik, ahogy a lányok dolgoznak, és a legjobbakban reménykedem. A marosvásárhelyi Sirius a bajnokságban a nyugati csoportba kapott beosztást. Az első fordulót október 9-én rendezik, addig azonban még további barátságos meccsek következnek. Jövő héten a kolozsvári U lesz a Sirius Muresul ellenfele egy forma ellenőrző találkozón.